Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Comba Imre, zenész, zeneszerző, hangszerelő a vendégem. Szia, üdvözöllek! Üdvözöllek én is! Az az érdekes, hogy ebben a műsorban leginkább olyan emberekkel szoktam beszélgetni, akiket a közönség nagyon-nagyon jól ismer. És viszonylag ritkán fordul elő olyan, hogy én mutatok be valakit a közönségnek. A te eseted egy különleges eset, mert azt gondolom, hogy a neved nem hangozhat túlságosan idegenül a magyar poprock szakmának, de nem vagyok benne biztos, hogy a közönség feltétlenül tudja, hogy ki az a Comba Imi. Igen, neked erre szükséged volna, hogy a közönség is tudja, hogy ki a háttérben a zeneszerző? Hát igazából nem biztos, de hát ugye én főleg a színházas közegből jövök, meg rengeteget játszottam előadók mögött, de hát és speciális egy zenésznek a helyzete, de tehát nyilván nem én vagyok az első sorban, nem én vagyok a legfontosabb a történetben, meg hát a zeneszerző sem a legfontosabb. Ez lehet, hogy volt olyan a történelemben, amikor ez fontosabb volt, de most ez nem. Igen, de hogyha nincs a zeneszerző, akkor a zenésznek nincs mit előadnia. Ez igaz. Úgyhogy mégiscsak egy fontos pontja vagy a láncszemnek. Ez igaz, igen. Igen. De hát ugye minden változik, tehát szerintem a zeneszerzés és meg az egész zeneipar nagyon változik, tehát most már egy kicsit másfelé tolódik ez el. El fogunk jutni majd a beszélgetésben addig a pontig, ami miatt én nagyon fontosnak tartottam, hogy mi beszélgessünk, ami szerintem teljesen egyedülálló. Én nem ismerek még egy magyar embert, aki bekerült abba a bizottságba, aki odaítéli a Grammy-t. Nem tudom, hogy ennek mi a hivatalos megnevezése. A Grammy odaítélő bizottságnak vagy te tagja? Vagy? Ez a Recording Academy, ami az amerikai Grammy-t odaítéli mindenkinek, ennek vannak szavazó tagjai, és most ettől az évtől én is szavazó tag lettem, tehát én is tudok ajánlani, hogyha van egy jó dalod. Ezért hívtalak meg egyébként. Tehát nyilván én is tudok ajánlani, ez nagyon sok mindentől függ, azért ez nem olyan egyszerű, rengeteg tagja van, én tudtam, ma nem én vagyok egyébként az egyedüli magyar, tehát én tudtam, ma talán sok is. Talán igen. Aha, de ti nem is ismeritek egymást egyébként a Grammy jelölő tagok? Az a helyzet, hogy abban sem vagyok teljesen biztos, hogy egyfajta Grammy van. Megmondom őszintén, én a Grammy-ben egy viszonylag új tag vagyok, tehát ettől az évtől vagyok. Viszont amiben én már régóta aktív tag is vagyok, az az Emmy. Emmy Grammy. Hasonló. Jó, figyelj csak, erre majd később rá fogunk térni, ezt most csak így bedobtuk, tudod, hogy majd a beszélgetés egy bizonyos pontján idáig elérünk, tudod, hogy így fenntartsuk a labdát, de nem csapjuk még le. Mert odáig el kellett jutni, hogy tehát ez nem az volt, hogy ezt csak felhívtak, hogy itt van ez a Comba Imi, de jó neve van, hát legyen már ő a jelölő tag. Tehát, hogy jutottál el odáig. Amennyire tudom, nekünk a zenei pályánk nagyjából hasonlóan indult, mondjuk én nem annyira a hangszeren kezdtem el, sokkal inkább a mikrofonnal kezdtem el foglalkozni. De azt hiszem, te basszusgitároztál. Basszusgitároztam is, ezt nagyon jól tudod, utána néztél ezek szerint. És 89-ben mi elindultunk egy zenekarral, és megnyertük a Rockgyermekei Fesztivált, vagy Rockgyermekei tábort Tokajban, és két évvel később viszont te is ott voltál egy győztes csapat tagjaként. Ezért mondom, hogy van valami hasonlóság. Ezt nem tudtam. Hogy megnyerted? Nem, az, hogy van hasonlóság. Tehát... Képzeld, hogy nyertetek. Ezt a rokonságot. Igen, mi nyertünk, ez egy speciális szitú volt, de utána nem történt semmi. Tehát 91-ben voltatok ti, melyik volt ez a zenekar, amelyik kellett ezt megnyerteni? Ez egy miskolci csapat volt, én miskolci vagyok, és ott én a szüleim nagy megrőkönnyödésére rengeteget zenéltem a gimnázium és utána az egyetemi éveim során, és az egy miskolci csapat volt, Club de Blues volt a neve, de az a helyzet, hogy utána nem történt semmi, tehát mi megnyertük ezt a fesztivál, de nem hát, tudtatok vele nem. mit kezdeni? Igen, volt egyfajta komolytalanság is a zenekarban ezzel kapcsolatban, de ezzel nem nagyon tudtunk mit kezdeni, még már olyan régen volt, hogy én már egy komplett agymosáson mentem keresztül. De arra csak emlékszem, hogy milyen zenét játszottak. Igen, akkor. Igen, hát ez egy ilyen progresszív, egy ilyen blues zenekar volt. Saját dalokkal. Saját dalokkal, igen. És igen. Akkor is dalszerző voltál már? Te írtad a dalokat? Igen, azt hiszem írtam egy pár dalt, igen, de az nem volt annyira, hogy mondjam, mainstream zene. Hát az...
Én utána ugye elkezdtem hinni a zenének a szórakoztató erejében, és rengeteg pop előadóval kezdtem el dolgozni. Tehát elsőként inkább zenészként dolgoztam sok helyen. Aztán később így az így valahogy lekopott, és így azt vettem észre, hogy öregszem, és inkább a színház felé, meg a film felé fordultam. Ennyire gyorsan ne haladjunk. Mert el fogunk idáig jutni, természetesen fogunk beszélni filmről, színházról. Akkor nem kell ennyire hajszolni. Nem. Ez, tudod, a reggeli tévéműsorokban, ahol 3 perc alatt bele kell sűríteni. Fel vagyok készülve. Itt viszont ez egy 2 órás műsor, úgyhogy van időnk beszélgetni. Kérdeznek valamit, és utána rögtön mindent el kell mondani. Igen, nem. Itt van idő kifejteni. Eleve még azt sem tudom, hogy te hogy kerültél a zene közelébe. Tehát, hogy téged a szüleid hajszoltak bele abba, hogy te zenész legyél, vagy te neked volt valami példakép egy gyerekkorban. Ez egy jó sztori. Megmondom őszintén, hogy nagyon gátlásos kis csávó voltam, és én utáltam énekelni. Uh-huh. És azt vettem észre, hogy van egy-két gyerek az iskolában, aki hangszeren játszik, és azon be tudja mutatni a népdalt. És nem kell ahhoz énekelni, hanem eljátsza, nem tudom, mivel fagottozott az egyik, a másik zongora. Anyu, nekem kell valami hangszer, én ezt nem bírom ki, hogy ott fel kell állni és énekelni kell. És valahogy ez így jött, és akkor vettek nekem egy, azt hiszem, egy harmonikát vett apám. Tehát az éneklést váltandó ki, elkezdtél. Igen, ez egy olyan, annyira görcsben voltam mindig, hogy ez váltotta ki, hogy akkor legyen egy hangszer. És valahogy ez így maradt, és akkor fel... És harmonika volt az első? Igen. De ez a rendes tangó harmonika? Rendes, igen, az. Igen, ez mondjuk... Igen, a tankó harmonika, az vigyázz, ez az a gombos harmonika. Látod, nem annyira egyszerű. Amin, hogy mondjam, billentyűk vannak, az a harmonika. Aha. Csak simán. Csak ezt azért mondom, mert ezt már egyszer-kétszer belefutottam én, és nekem is tangó harmonika volt, csak volt egy-két szaki, aki azért letépte a fejem. Hogy igen, és akkor ott némi, hogy mondjam, tehetséget véltek felfedezni, ott az éppen, nem tudom, rádióban hallott dalokat így vissza tudtam játszani. De ki az, aki felfedezte? A szüleit fedezték fel? Nyilván szülők, igen, és akkor beirattak zeneiskolába, jártam, ugye zongorázni tanultam, meg tanultam harmonikázni is egyébként. Uh-huh. Nem lettem nagy harmonikás, de hát nyilván volt egy csomó olyan produkció, hogy ezt tudtam használni, például az Orennel. Uh-huh. Majdnem 20 évig voltam, és néha harmonikáztam is, meg tudtam, hogy volt egy-két ilyen projekt, de igen, nem így kezdődött, tehát egy abszolút az antizenés megijedt szituáció próbáltam megmenteni, hogy akkor én neki megyek is. Comba Imivel beszélgetünk, aki, hát most ezt még nem árultam el, de most már elárulom a hallgatóknak, egy Los Angelesben élő magyar zeneszerző és zenész, és innen folytatjuk a beszélgetést rövidesen, a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Comba Imre, Comba Imi, a beszélgető társam, Los Angelesben élő magyar zenész, aki a Grammy jelölő bizottságának a tagja, ezt így magyarul, ha így mondom, akkor ez így szerintem abszolút, ugye? Nagyon jó, igen. De hogy jutott el eddig a pontig, ezt fejtegetjük itt a mai műsorban. Azt elárultad, hogy volt zenekarod, megtanultál zenélni, de aztán egyszer csak feltűntél már ismert előadók mögött. Igen. Hogy lehet bekerülni egy kezdő zenészként ismert zenészek mögé? Tehát ti jelentkezel, hogy hú, én nagyon jó vagyok, vagy ők felfedeznek maguknak, és kézről kézre adnak? Hát, vagy hogy lehetett akkor bekerülni? Az a nagy helyzet, hogy ugyanezt a szituációt élem meg így 40 év után, mint amit megéltem így 20 év környékén. Én egyetemista voltam, én villamosmérnöknek tanultam itt a mi egyetemen. Nyilván ez egy nagy ugrás volt Miskolcról ide felkerülni, és hát tulajdonképpen, aki vidékről kerül fel Budapestre, az mindenki átéri azt, hogy hú, egy híres ember, hú, egy másik híres ember, hú, egy híres énekes, hú, az abba Házi Csaba. És az a helyzet... Teljesen kívül van a híres emberek, jó zenészek, és az abba Házi Csaba. De hogy ugyanez a szituáció volt, hogy nyilván mozgolódtam, játszottam a dolgaimat, voltak zenekarok, amivel játszottam, és adódott egy olyan lehetőség, hogy elhívtak egy zenekarban, ahol a főbillentyűs a színházakban játszott, és
hát állandóan bevállalt 4-5 színházi előadást egy napra, de hát nem lehet csak egy helyen lenni jó esetben, és akkor neki mindig kellettek helyettesek, és akkor így kerültem én tulajdonképpen így bele a körforgásba, én azt hiszem ez volt egy nagy dobás, és akkor ugye elkezdtem játszani a Török Ádámmal, elkezdtem játszani a Besenyő Blues Bandben, meg mindenféle ilyen formációban, megismertek sokan, ide hívtak, oda hívtak. De ez neked akkor megfelelő volt? Tehát azt érezted akkor, az, ez az egyetem mellett volt, gondolom, hogy ez téged kielégít zeneileg? Hát az a helyzet, hogy pont erről beszéltem valakivel, hogy ez az egész zeneipar, ez folyamatosan változik. Akkor volt egy olyan hullám a zenében, hogy mindenki blues zenét játszott mindig. Igen, az a 90-es évek eleje az. Igen, a klub élet nagyon működött, és mindenki szívesen hívott zenészeket, élő zenészeket, nagyon sok speciál, most nem tudom, hogy mi a helyzet itt, de nagy valószínűsége most is van, de ez nem hiszem, hogy annyira más lenne. Azt tudom, hogy Los Angelesben tulajdonképpen a zenészek fizetnek, hogy játszanak, mert hogy annyira nem más mondom. Azt gondolnák, ó, hát Los Angeles, oda egyszer eljutni. Szerintem zenészként lenne. Los Angelesben az egy borzasztóan nehéz dolog, úgyhogy nem ajánlom senkinek. De nyilván én más csinálok, zeneszerző az egy más kaz, de hogy igen, 90-es években tényleg ez volna, vagy ez volt, amit mondtál, hogy minden utcában volt egy rockklub, vagy klub, ahol élő zene volt. Igen, és teljesen mindegy, hogy stílus milyen volt, élő zene volt. Így van, nyilván nekem a tanulás robására mindig ott voltam. A koncerteken nyilván ismerkedtem. Én sajnos nem vagyok az a nagyon italozó, soha nem dohányoztam, soha nem éltem semmi. Ez én mindig egy sajnos. Ilyen kaputója. Nem, sajnos, nem sajnos, csak hogy én nem voltam értelek. Egy ilyen standard zenész, és én mindig a popzenészek egy kicsit klasszikus voltam, vagy egy kicsit ilyen karót nyelt. Uh-huh. A klasszikus zenészek meg túl popzenés. Uh-huh. Tehát én mindig egy ilyen perifériás csávó voltam, amivel egyébként nehéz dílelni. Uh-huh. De tulajdonképpen ennyi volt a sztori, hogy olyan helyekre kerültem be, így a helyettesítés miatt elkezdtem a Madách Színházba játszani, elkezdtem a Rock Színházban, a Rock Színházban kinyílt, mai napig van rengeteg barátom a Rock Színházból, akivel dolgozunk is együtt. És hát nyilván ott aktív zenészek voltak, akik 54 millió zenekarba játszottak, és mindig kellettek helyettesek, mert mindenki túlvállalta magát abban az időben, és ahogy a zenészek. És, igen, mert nemet mondani az a legnehezebb. Igen, és én egy olyan megbízható embernek éreztem magam, azt nem tudom, hogy valószínűleg akkor egyébként sokkal jobban zongoráztam, mert akkor nyilván egy zeneszerző már nem annyira sokat zongorázik, nyilván ott ők a hangszernél, de nem gyakorlom a csernyi új gyakorlatokat, meg nem nézem az új figurákat. Akkor viszont folyamatosan játszottál. Igen, tehát, és én azt gondolom, hogy egy megbízható ember voltam. És neked volt helyettesed, tehát nem vállaltad túl magad? Nekem nem nagyon volt helyettesem, hogy őszinte legyek, de hogy tényleg azt tudom mondani, hogy én nem voltam egy olyan nagyon szórakozós csávó, és ez egy ilyen megbízható pont voltam egy zenekarban, és szerintem ez sokat jelentett. Jó, hogy mikor jött el az életedben, hogy nem csak zenészként tekintettél magadra, hanem zeneszerzőként is. Erről fogunk beszélgetni a folytatásban. Vendégem Comba Imre, a Retro Rádióban, az Avaházi Presszóban. Comba Imre, Los Angelesben élő magyar zenész, zeneszerző a vendégem, és még nem jutottunk el oda, de nem sokára arról is fogunk beszélgetni, hogy kerültél te a Grammy jelölő bizottságba, meg hogy egyáltalán az ember hogy kerül Los Angelesbe. Csak még egy kört fussunk itt Magyarországon, hogy aztán a színházak világába te hogy csöppentél bele, és hogy maradtál benne, illetve hogy lettél ott is szerző, mert azt gondolom, hogy ott igen. Viszont azért már ott kicsit nagyobbat kell durrantani ahhoz, hogy az embert elfogadják. Igen, hát én hosszú éveken keresztül játszottam a Madách Színházban, játszottam a Rock Színházban, mindenféle olyan produkcióban, amivel jártuk Németországot, Svájcot, nem tudom, rengeteg ilyen rock színházhoz kötető musical-el jártam. És a darabokban te voltál a billentyűs, vagy éppen aktuálisan micsodat. Egy viszonylag megbízható embernek gondoltam magam, vagy valószínűleg az is voltam, akkor gondolom nem játszottam volna benne, és hát nyilván voltak ötleteim, és lehetőségek adódtak. Hát mindig a lehetőségből lehet tovább lépni. Volt egy olyan előadás, ahol nem volt zeneszerző, és akkor hát miért ne, hát gyerekek, nekem van egy ötletem, és akkor így egyszer csak így belecsöppentem így egyik napról a másikra. Tulajdonképpen nem tudom, hogy volt, tehát ez most nem is emlékszem, hogy mi volt. Talán a Merlin Színházban volt egy Death
Rap című előadás, aminek írtam, ez egy angol nyelvű darab volt. Ennek írtam, talán ez volt a legelső, és hát ebből valahogy tovább léptem. Utána ugye nekem egy nagy dobás volt az Experience, ami hát majdnem 20 évig írtam én rengeteg darabot oda. Sajnos ott mindenféle dolgok miatt ez megszakadt tavaly, de másik dolog, én a Víg Színházban, a Pesti Színházban is rengeteg darabot írtam, és hát így hozta az egyik a másikat, valahogy így, nem tudom, így jól működött. Meg hát a másik, hogy egy színházi zeneírás, ez nem egy ilyen magányos műfaj, tehát ez az egész színház, meg film, ez egy multiművészeti dolog. Tehát ez hát nem otthon a pincétben születik meg feltétlenül, hát, csak az alapötlet jön. Nem is erre gondolok, hanem ennek egy nagyon sok szegmense van, tehát itt nem csak te vagy az egyetlen tényező. Tehát itt ahhoz, hogy például egy film jó legyen, ott nem csak a zenének, az a legrosszabb, amikor azt érzed, hogy a zene a legjobb az egészben. Tehát főleg egy filmnél, hogyha valami nem jó, akkor az egész rossz. Tehát ez ugyanígy van egy színházi darabnál is. Neked meg kell találni a rendeződet, aki szeret veled dolgozni, aki érti a te nyelvedet, vagy érted az ő nyelvét. De ugyanígy én soha nem írtam szöveget, nagyon ritkán, de én nem vagyok egy szövegíró típusan, és ez egy más tényező. Amerikában főleg nem, ez nem az én nyelvem. Hiába már azért régóta kint vagyok, de hát én soha nem fogok úgy beszélni mondjuk, mint a lányom, de na mindegy, szóval az a helyzet, hogy mindenhol, minden esetben a színháznál is meg kell, hogy találd a te szerzőtársadat, meg a te alkotótársadat ahhoz, hogy te tovább tudjál lépni. Tehát nem úgy van, hogy bekapogok a Nemzeti Színházba, ahol egyébként dolgoztam sokat, hogy van egy jó ötletem, mi van? Igen, de én azt gondolom, bár nem vagyok annyira jártas a színház világában, a színházi zeneszerzők világában, meg aztán főleg nem, de azt gondolom, hogy nem vagytok olyan nagyon-nagyon sokan, vagy nincsenek nagyon sokan, akik osztoznak a piacon, mint mondjuk a zenész szakmában, ott azért kicsit többen vannak. Hát figyelj, ez igaz, nem voltunk sokan. Szerintem nagyon sok ugye zeneszerző van már Magyarországon, filmben is egyébként. Ez egyre több. Tehát ez egy új trend. Én azt gondolom, amikor én elkezdtem zongorázni mondjuk a 90-es években így zenekarokban, akkor tényleg viszonylag kevesen tudtunk játszani olyasmiket, amik kellett akkor, igen. De aztán egyre több fiatal lett, egyre, hogy mondjam, ott volt egy ilyen boom a zenei életben, és most szerintem sok, nagyon jól felkészült zeneszerzőt ismerek magyarok közül is, de ez tényes való, hogy minden változik, tehát mindennek megvan a konkurenciája, hát tudjuk jól, a zeneipar is egy más életét éli, mert sajnos. Hogy vajon ezért kellett-e Los Angelesig menni, ez nagy kérdés, és ezzel fogjuk folytatni. Comba Imre a vendégem itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Comba Imre, Los Angelesben élő magyar zeneszerző, zenész a vendégem, és hát eljutottunk addig a pontig, hogy kicsit beszélgessünk arról, hogy te hogy kerültél Los Angelesbe. Én azt gondolom, hogy te Magyarországon egy sikeres zenész és zeneszerző, hangszerelő voltál. Jó dolgokban vettél részt, foglalkoztattak, igazi jó művészeti dolgokban lehetett részed, nem kellett feltétlenül megalkudnod, kompromisszumokat kötnöd, bár nem nagyon láttam bele a te munkádba, de azt gondolom, hogy mindaz, amit tettél, azt letetted az asztalra, tehát hogy súlyos dolgok voltak. Ezért aztán nekem furcsa volt, hogy egyszer csak te Los Angelesbe mész, de valószínűleg nem elmenekültél, hanem lehetőséget kaptál. Hát abszolút nem menekültem, én valószínűleg egy ilyen csendes őrült vagyok. Nem teljesen normális, hogy azért tényleg egy nyugdíjas állásban voltam itt, és tulajdonképpen ezt bármeddig csinálhattam volna, ott játszom, zenéket írok, de valahogy azt éreztem, hogy én szeretnék tovább lépni. Egy élethelyzet pont azt hozta, hogy el tudtam kezdeni kint tanulni a UCLA-n, mint filmzeneszerző, mert engem mindig érdekelt az, hogy működik a hollywoodi ipar, mindig hallgattuk a zenéket, az amerikai zenéket. Úristen, a hallgattuk az a többes szám, az kire vonatkozik? Úgy a zenésztársakra gondolok, és akkor mindig csodálkoztunk, hát hogy lehet valami ilyen tökéletes, hogy lehet ez ennyire jó, hogy szól ez így, hogy szól az úgy, mit csinálnak ezek, amit mi nem tudunk, és ki akartam menni, hát nyilván rájöttem a titokra, de hát ezt nem mondhatom el. Ez nekünk is ki kell menni, és ugyanott kell tanulni, és ugyanazt kell megtapasztalni. Nagyon egyszerű a történet. Az van, hogy ott nagyon sok ember van, és mindenki csak a legjobbját beleteszi, és hát úgy nem nehéz.
igen, de pont ezért, mert hogy nagyon sok ember van, és csak a legjobbakat választják, igen. és azok is a legjobb formájukat kénytelenek hozni, hogy igen. megmaradjanak. Hát így aztán mi esélye van egy Magyarországról érkezett zeneszerzőnek? Hát, ez a kockázat. Az a helyzet, hogy Hollywoodban nagyon nehéz az élet. Tehát egész Kaliforniában nagyon nehéz az élet. És hát nem azért, mert süt a nap, meg medence van minden házhoz, nem ezért. Azért nehéz, mert így maga az élet az nagyon drága. Főleg egy gyerekkel, nekünk egy kisgyerekünk van, de... De az a gyermek már ott született, ugye? Ő már ott született, igen. igen. Magyar-amerikai, de hát nagy valószínűséggel, hogy az angol az erősebb lesz, de mindent elkövetünk, hát. Hogy ne. De azt bocsánat, kell, hogy... mikor mentél ki? Mentetek ki? Hány éve vagy ott? Hát tulajdonképpen én már egy 10 éve járkálok ki az egyetem miatt, viszont 2015 januárjában költöztünk ki, ami megint egy banális dolog volt, mert nekem nem volt igazán tervem, hogy én kiköltözzek, de annyi emberrel találkoztam, meg annyi produkcióban elkezdtem dolgozni, mindenki mondta, Imre, hát te mit csinálsz Magyarországon? Neked szükségünk van rád ide. Okay, és akkor, ahhoz, hogy dolgozhass, ott kell lenned, vagy el tud látni a feladatot. Akkor igen, nyilván a Covid megváltoztatott egyébként egy csomó minden, de... De hát akkor 2015-ben ennek még híre hamba akkor híre hamba sem, ez 2013-ban volt, amikor én ezzel kezdtem foglalkozni, és hát ennek van egy folyamata, zenészeknek és sportolóknak van egy kategória, amit meg kell ugrani, hogyha te elég sikeres voltál a saját országodban, meg nemzetközi szinten elő tudtál állítani valamit, akkor te tudsz jelentkezni egy ilyen különleges státuszra, és hát én tulajdonképpen most minden nagy képesség nélkül egy 3 nap alatt megkaptam ezt a státuszt, úgyhogy állítólag nem majd egyszerű, szerencsésnek is érzem magam, meg egy kicsit úgy ez egy ilyen összefoglaló volt, mert akkor hirtelen úgy át tudtam nézni, mert be kell adni azt hiszem 1000 oldalas dokumentumot, hogy mit csináltam az életemben, és akkor úgy tényleg úgy átgondoltam, meg úgy már képbe voltam, hogy te jó Isten, ennyi mindent csináltam, 25 színházi darab, meg tudom, több mint 100 lemez, meg szóval akkor úgy egy kicsit úgy helyre tett, úgy bizalom szerint is, és akkor hát az a helyzet, hogy én ezzel kicsit meg is ijedtem, hogy te jó Isten, akkor most ki kell menjek, ne hülyeskedjünk már, nekem itt életem van, mit akarok ilyenetként csinálni. És akkor volt már feleséged, vagy csak barátnőd, mennyasszonyod, vagy kivel mentél, vagy igen, vagy akkor már a második feleségem már azért együtt voltunk, és hát jó ideje tervezgettünk, és hát ő egy elég merész csaj, tehát itt azért azt kell, hogy mondjam, mint hogy zenik, igen, ő azt mondta, hogy ha megtehetjük, és ha úgy érzem, és ő támogat mindenben, és hát az a helyzet, hogy ez másképp nem is megy. Ismerek olyan rádióst, zenész, egykori zenésztársat, aki szintén szerencsét próbált Amerikában. Én is ismered, és tudom, kire gondolsz. A Garami Gáborra. Aki itthon mindent eladott, és mindent feladott, mert elképzelt egy amerikai álmot. Ő nem töltött el nagyon sok időt Amerikában, megpróbálta. Az, hogy nem jött össze, lehet, hogy a szerencse kérdése is. De azt gondolom, hogy az egy ilyen nagyon fontos tényező, hogy amikor az ember eldönti, hogy megy, akkor már biztosra megy, vagy azt mondja, hogy hiszek magamba, és lehet, hogy most még csak egy albéletben lakom, de majd lesz munkám, majd lesz lakásom, ugye, majd lesz... Hollywoodban meg szerintem egy ilyen helyzetben olyan nincsen, hogy biztos. Mm-hmm. Tehát, hogyha nem tudom, a UCLA-re mentem volna egy adjunktusnak, vagy nem tudom, valami olyan szakmám lett volna, ami rögtön egy munkahelyre kerülök be, akik egyébként sokan is vannak kint, az egy másik szituáció, de az, hogy te most zenéket írjál hollywoodi filmekhez, ez kell bátorság. Egy bátor ember van előtted. De és itthon mindent fel kellett adni? Hát óvatosan igen. Nyilván egy bizonyos idő után, mivel olyan státuszom volt, mi már amerikai állampolgárok is lettünk, tehát tavaly előttől már akkor újra kell konferálnom az egészet? Amerikában élő magyar zeneszerző, hát az a helyzet, hogy van egy fajta olyan kereső, ahova már beírod a nevemet, ott amerikai zeneszerzőként ír ki, ami meglep. De hát nyilván státuszilag igen, amerikai magyar vagyok, de hát soha nem leszek igazából szerintem amerikai, de mivel 40 évesen mentem ki, ezért ezt én nem tudom felvenni. Egy csomó minden olyan dologra azért még muszáj visszatérjek, hogy mondtad, hogy nagy a kínálat, tényleg nagy a kínálat, és az a helyzet, hogy tényleg kritikus is vagyok mindennel, de tényleg tehetséges emberek vannak minden ponton.
Viszont arra rá kell jönni, hogy itt nem csak a tehetség számít. Tehát a tehetség, az mindig azt szoktam mondani, az egy ilyen buszjegy, hogy felszállhatsz a buszra, de a tömegben az mi nem biztos, hogy le tudsz szállni az állomásnál. Mm. Tehát lehet, hogy tovább mész a busszal, és vissza-vissza a kezdőpontra. Itt egy csomó mindenen, amit én egyébként nagyon sok mindent tanultam, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog. 7 év alatt nagyon sok minden változott, kicsit figyelem az itthoni eseményeket is, mert a zenészekre gondolok, meg a művészekre. Igen. Nagyon sok mindent tanultak. Én, amikor még elmentem, akkor még egy kicsit másképp gondolkodtatok. Akkor még olyan ciki volt, aki a social media reklámozta a dolgait. Az önmenedzselést azt nagyon jól csinálják az amerikaiak. Tehát ha valamit én nagyon irigylek, én nem ebből a közegből jöttem. Tehát én egy ilyen standard magyar vagyok, aki olyan búskomoran elviseli, hogyha vereség van, és apát se tudta megcsinálni, te se fogod megcsinálni. Ötletként van, tudod, egy ilyen, amit sokszor bullshit, hogy nem tudom, az ég, a határ, én amerikai vagyok, bármit meg tudok csinálni, ami külső szemlőként tényleg ez egy hülyeség, de aztán amikor úgy megtapasztalod, hogy azért ennek van jelentősége pszichológiailag is, a legrosszabb helyzetből is úgy felállnak, hogy ez igen. Megmutatunk most egy dalt, ami a tied, ez a Kölcsönlakás című. Ez sorozat volt, vagy film volt? Ez egy film volt. Egy film volt, és ennek a zenét írtad te. Igen. Ez egy érdekes dolog, ez már, mint amerikai zeneszerzőként, ez egy magyar film volt, amit felkértek, ez a Andy Vajnával dolgoztam, ez volt az legutolsó filmje. Igen. És ebben a dalban, ha jól tudom, akkor Freddy. Igen, én ezt nagyon szerettem, a Malek Miki írta a szövegét egyébként, aki abban az időben még ott ért Los Angelesben. Ezt most meghallgatjuk, aztán beszélgetünk tovább Comba Imrével a Retro Rádióban, az Avaházi Presszóban. Comba Imre a beszélgető társam, Amerikában élő amerikai-magyar, vagy magyar-amerikai zenész-zeneszerző, hát most ez most már kiderült, inkább a magyar van elől, így van, és egy fél mondatot még beszéljünk erről, hogy egyáltalán hogy lehet Los Angelesbe költözni? Egy fiatalembernek, egy srácnak, aki Miskolcról jön, ami persze baromi nagyváros, felkerülsz Pestre, mondtad, hogy már az is egy ilyen nagyon furcsa és nagy lépésnek tűnt, és aztán odamész Los Angelesbe, ami önmagában akkora, mint egész Magyarország. És annyian élnek benne. Hát ez egy őrültség. Az a helyzet, hogy én már nem is voltam annyira fiatal, tehát azért 40 év fölött voltam, hogy kikerültem. Hát senkinek nem ajánlom. Van egy kedves gitáros barátom, aki mindig kérdezgettem, hogy majd a Sipeki Zoli, hogy 50 volt, most már 60-hoz közeledett, vagy már lehet. Én nem, 60, mi nem lehet. Nem, szerintem még nincs 60. Nem lehet, de hogy mindig kérdezgettem, hogy milyen az érzés. A B-oldalon. Milyen a B-oldalon? Azt mondjam, nem ajánlom. De tényleg olyan. Igen, el lehet veszni. Ez egy borzalmasan nagy város. Hosszasan tudnám mesélni. Nem csak pozitív, sőt, inkább negatív dolgokat tudnék mesélni. 70%-ban nem szívesen laknál ott azokon a részeken, 30% meg megfizetetetlen, tehát ez a probléma. És akkor te most hol élsz? Hát ott van egy saját házad, kaptál egy villát Hollywoodban. Bérelünk, mint szerintem a 95% mindenkinek, mi bérelünk, még egyelőre nincsen saját házam. Van terve, de még nagyon meg kell. Tehát itt is felmentek a házárok, de ott egyszerűen nem. Hogy én hol élek? Nagyon sok helyen éltünk, legalább 5 helyen éltünk. Mm. Most a gyerekünk miatt mi kiköltöztünk kintre, mi Santa Claritában lakunk. Stevenson Ranchen egyébként, hogyha ez mond valakinek valamit. Itt nagyon jók az iskolák, ez nem egy standard Los Angeles-i utca, tehát itt viszonylag kevés szemét van, vigyáznak, nincs annyi hajléktalan sajnos, ami nagyon a Covid most ez tulajdonképpen majdnem olyan lett a város, mint egy, nem tudom, mint egy háború után, mindenütt sátrak, nagyon elszomorító, nagyon bozalmas. Ott mi nem nagyon érezzük ezt, amit érzünk ott, azért ez egy melegebb rész, tehát ott közelebb vagyunk a sivatakhoz, állandóan ég az erdő, dugó van, tehát egyébként szerintem Los Angeles ez egy élhetetlen város, de nem tudsz mit csinálni, hogyha zenével akarsz foglalkozni. Figyelj, én most jártam nemrég Miskolcon, tudod milyen jó hely lett? Fogok menni én is, mert lesz egy felvételem.
Igen, de hát ez sajnos ez egy olyan dolog, tehát nem tudom, szokták mondani, hogy aki nem tudom, hagymát akar termeszteni, ez makóra menjen. Igen. Aki filmzenével akar foglalkozni, kicsi túlzással oda kell menni, és az a helyzet, hogy én amikor kikerültem, akkor még, de én azt hiszem, hogy a Covid sem tudta megváltoztatni azt, hogy igaz, hogy most dolgozom rengeteg produkcióban, de az van, hogy nem is találkoztam senkivel, pedig most volt egy-két nagyobb ilyen Netflixes dolog, meg nem, a Vogue-nak dolgoztam, tulajdonképpen sztárokkal senkivel nem találkoztam, csak a monitoron láttam. Néha volt egy-két ilyen zoomos meeting, meg nem tudom, a nócokat kaptam meg e-mailben, de hát ez nagyon riasztó egyébként, de az a helyzet, hogy tulajdonképpen azon gondolkodtam, hogy Kamcsatkába is lakhatnék, ha van jó internet. A Miskolcon csodálatos internet. Igen, de az egyet hozzá kell tegyek, hogy ami egyébként most már másfél éve nagyon-nagyon kiszaladt, és ami nekem a sikereimet elő, tehát ami megalapozta, hogy én rengeteg rendezvényre jártam, nagyon sok emberrel találkoztam, megtanultam azt, hogy... Bocsánat, én most bele kell kérdeznem, hogy rengeteg rendezvényre jártál. Amennyire innen el tudjuk képzelni, ez nem olyan, hogy szépen felöltözök és bemegyek ezekre a rendezvényekre, hát ahol ezek a filmes hát dolgok történnek. Oda meghívó kell, oda kell valami ismerős. Tehát, hogy kötöttél először barátságokat? Vagy hogy tudtál ezekre a rendezvényekre egyetem bejutni? Alapvetően ez úgy működik, hogy van egy-két zenei szövetség, ha oda felvesznek, és akkor már van valami fajta bejutásod. Oda viszont jelentkezni kell a szövetségekbe. Hát oda jelentkezni kell. Visszatérve a kérdésedre, a Grammy-ben nem lehet jelentkezni, oda meghívnak. Aha. Tehát ez meghívásos alapon megy. Lett volna kérdés, igen, de jól tehát mondod. Aki mondjuk nyert már Grammy-díjat, az automatikusan bekerül a szisztembe. Te is így kerültél be? Sajnos még nem, de jelöltek már egy-két dologra, de még nem Grammy-re, de az a helyzet, hogy én arra jöttem rá, hogy amit én nagyon nem tudtam, én azt gondolom, hogy egy stabilan tudtam egy-két dolgot a zeneszerzésről, meg egy-két dolgot a dalszerzésről, ami tök jó, de ez nem minden. Itt nagyon fontos az önmenedzselés, meg az, hogy megtaláld a te emberédet. És talán amiben én nagyon sokat fejlődtem, az az, hogy már csak onnan is tudom, mert rengeteg kollega keresett meg, hogy ezt én hogy csinálom, hogy én oda merek menni szinte mindenkihez, és mindenkivel tudok valami egy-két szót beszélni, és valami olyan konszenzusra jutni, hogy utána valamilyen fajta kapcsolat maradjon. Tehát, hogy picit meg kell karcolni azt az embert ahhoz, hogy, és ez másképp nem működik, ez egy borzalmasan nagy szakma. És a nyelvet azt te már akkor kiválóan tudtad, amikor mentél, vagy azon fejleszteni kellett? Hát gimnáziumban tanultam, megmondom őszintén, nincs olyan jó nyelvérzékem, ez nem azt jelenti, hogy nem tudok angolul, vagy nem beszéltem valamilyen szinten angolul, de nyilván én nem tudok angolul gondolkodni, ezért is mondtam, hogy én mindig magyarul fogok gondolkodni, de hát nyilván rengeteget fejlődtem, meg nyilván nem, tehát nyilván dolgoztam külföldi produkciókban, tehát mindig kellett angolul beszélni, de hát mindig hidegverejtékem volt, amikor láttam, hogy keres valaki telefonon, úristen, ezt hogy fogom túlélni, vagy mi lesz ebből, de aztán valahogy túllendül, meg az a helyzet, hogy Los Angeles az nem teljesen olyan hely, aki, sőt, inkább azt mondanám, hogy mindenki jött valahonnan. Aha. Tehát olyan össze-vissza angolt sehol nem hallani, mint mondjuk Los Angelesben. Tehát nem kell szégyenkezned, ha van egy kis akcentusod. Nem. Hát az akcentus még a legkevesebb az egészben, de az, hogy mondjuk a grammar az össze-vissza van. Nyilván ezt helyre lehet tenni, ezzel foglalkoztam én, és jártam. Segítek a hallgatóknak a nyelvtanra, gondol az Imi, hogy az van össze-vissza. Igen. Nyilván ezzel foglalkozni kell, tehát én nyilván egy ilyen környezetben kerülsz, sokan szeretik a magyar akcentet, egyébként valamilyen, nem tudom, van egy ilyen perverziójuk. Én kimondottam zavar. Rádiós, úgy érzem. Én kimondottam zavar, amikor vissza kell hallgassam a hangomat, és mondjuk angolul beszélek, ez én rosszul vagyok tőle, de hát ez sajnos, ez, hiába beszélek magyarul valakihez, ottként az nem fogja ezt megérteni. És a magyar beszédet változott, azt visszahallgattad már valaha, hogy angolosodott egy kicsit? Nem hiszem, hát hiszen a feleségemmel magyarul beszélünk. Jajután. Nyilván, hogyha amerikai feleségem lenne, akkor ez más lenne. Mondogatom neki viccesen, hogy kéne egy amerikai barátnő, és akkor egyből jobb lenne. De nyilván a gyerekünk miatt is mi magyarul beszélgetünk otthon, ezeken fontos, hogy ő tudjon
volna a nagyszülőkkel beszélni. Még ő kicsi, még most hát már érezzük a gondot egyébként, hogy ott azért erős, lassan elveszítjük az angolságot, tehát hogy már lassan már vannak olyan kifejezések, amit már meg kellett googlezzek, meg kell, be kell valljam, pedig azért már 7 éve kinélünk, és nem kéne olyan meglepetések érjenek, de hát nyilván a szlengekkel bajban vagyok, tehát azt el kell, hogy mondjam, de szerintem azzal mindenki bajban van, aki nem ott született. Meg főleg mondjuk, aki Magyarországra jön, szerintem az is. Na, a Grammy-ről fogunk beszélgetni, eljutottunk eddig a pillanatig, rövidesen, Comba Imrével, a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Comba Imre Amerikában, egészen pontosan Los Angelesben élő magyar-amerikai zenész-zeneszerző a vendégem, akiről azt a hírt kaptam nem is olyan rég, hogy a Grammy jelölő bizottságába került be. Mielőtt erre rámennék, az még nagyon fontos, hogy mennyire befogadó Los Angeles. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ott is vannak a szakmában nagyon sokan, akik kopogtatnak, állnak az ajtó előtt, várnak a lehetőségre, és egyszer csak valaki beelőz Magyarországról, Miskolcról, Budapestről, hogy nem akartak téged arrébb lökni, örömmel fogadtak, a keblükre öleltek, mennyire könnyű beilleszkedni. Hát ez egy komoly kérdés, ez nem is lehet pár mondatban válaszolni. Az a helyzet, teljesen más a mentalitás, tehát ezt nem lehet összehasonlítani a magyar viszonyokkal. Itt én azt hiszem, hogy sokkal jobban ölik egymást az emberek. Kint egy híresebb zeneszerző, vagy nevesebb zeneszerző egy lehetőséget lát egy fiatal, tehetséges emberben. Még ha nem is vagyok annyira fiatal, de az a helyzet, hogy Hollywoodban van egy ilyen mondás, hogy több mondás is van, de az, hogy ha nem tudsz valamit, akkor vegyél fel olyan embert, aki majd megcsinálja, és mindent vállaljál. Nagyjából ez így működik, tehát hogyha van egy nagyon-nagyon kedves mentorom, és akivel nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy barátságban vagyunk, sőt, és dolgozunk együtt. Most éppen van egy új projekt, amiben együtt dolgozunk. Ezt elmondhatom? Nyugodtan. Persze. Nekem van egy gyerekkori kedvencem, aki nagyon érdekes módon bele került az életembe. Ő egy zenei producer, a Celine Dionnak, a Mariah Careynek, és hát elképesztő Disney filmeknek ő volt a nagy dalokat, az Aladdinnak, a Beauty and the Beast, és mindenféle ilyesmiknek ő volt a zenei producere, úgy hívják, hogy Walter Afanasieff, egy orosz hangzású neve van, szülei oroszok voltak, de ő meg is született Amerikában, hát ő egy hatalmas név, ebben a 90-es, 2000-es években talán ő volt az egyik legnagyobb király, még akkor volt a Babyface, meg a David Foster, de az egy más irány, és nekem egy ilyen gyerekkori kedvencem volt, tehát mindig, amikor volt egy lemezbori, akkor még divat volt a lemezbori, mindig kerestem, ja, na, ezt is a Walter csinálta, anyja, úriskoláját, és milyen jó, hát mit csinálnak ezek? És hát adódott egy alkalom, amikor egy teljesen banális helyzetben elmentem egy filmes partira, és hát aki tudja, Los Angelesben egyetlen egy ilyen nagyobb zenész színházban, és ez amellett volt egy szállodában, mindegy, a lényeg az, hogy jöttem át az úton, ez a Walter. Jött le szembe. És addig így gondolkodtam, hogy mit csináljak, és a parkolóban kerültünk, ő is várta az autóját, meg én is vártam az autómat. És de ez azt jelenti, hogy ilyenkor ilyen bolyok hozzák az autót, tehát leadod az autót. Hát ilyen velé parkoló. És igen, és akkor hát oda mentem, hogy hello Walter, én vagyok az Imre Miskolc. És hogy én hát tulajdonképpen színház, hát nekem a színházas dolgaim jelentősebbek voltak, tehát már ez is egy lépés volt. Rengeteg tévéműsorban dolgoztam, meg csináltam filmeket, az Argo 2-t csináltam, meg rengeteg ilyen dokumentum, kis játékfilm, stb. Tehát voltak azért már kreditjeim, de igazából én nem teljesen a filmekből jöttem, és mondtam neki, hogy hát én igazából a színházi élet jövök, ezt, meg itt volt, meg Kína, meg Olaszország, meg Madrid, meg minden hülyeséget próbáltam. Türelemmel, nem jöttek a testőrei. Nem, és azt mondja, tényleg színház, tényleg ennyi mindent csináltál. De figyelj, holnap mit csinálsz, mert pont gondolkodom, hogy kéne csinálni valamilyen színházi produkciót, nincs kedved átjönni. És akkor így gondolkodtam,
Ja, elvette a telefonom, de azóta is benne van, ugyanúgy, ahogy ő beírta a számát, még az e-mail címét, meg nem tudom, címét, mindenét beírta, és akkor, hát és akkor úgy álltam, mentem haza a feleségemnek, mert képet találkoztam a Walterrel, Jézus Mária, és akkor küldött egy SMS-t, hogy, vagy textet a Mákáson, hogy jaj, de jó, hogy megállítottam, megnézte a dolgaimat, és hát iszonyatos egységes vagyok. És hogy, hogy de jó, hogy megállítottam, és hogy, hogy mindenképpen menjek. Persze következő nap nem tudtam elmenni, mert valami miatt lemondta, és akkor mint hosszú hetekig a frász töltött ki, de aztán mégis felhívott, és találkoztunk. És hát azóta azért már elég sok mindenben ki is kéri a véleményemet a internetes oldalamra. Megtisztelt, hogy írt egy ajánlást, egyébként ő írt az ajánlást, és hát ő egy hatalmas név a mai napig, a Barbara Streisandnak a Streisand, ezt mindig rosszul mondom. De szerintem itt Magyarországon itt egy teljesen hülye. Úgy mondanád, nem tudnánk, hogy kiről beszél. Streisand. Streisandnek mondják? Igen. És ráadásul mi Barbarának mondjuk, nem is Barbarának. Barbara. Igen. Barbara Streisand. Streisand. Ezt maximum a Bocskor Gábor tudom elképzelni, hogy így mondaná. És na mindegy, ez a mai napig olyan nevekkel, meg hát mindig elmegyek a stúdiójában, most is voltam nála, és hát rosszul vagyok. Tehát ilyen hegyekben állnak az olyan lemezek, amit én rongyosra hallgattam gyerekkoromban, meg hát ilyen, nem tudom, milliós, billiós eladás, olyan nem létezik ilyen. Szóval egy a lényeg, hogy akkor a befogadóbbak az amerikaiak. Igen, egy bizonyos határig, igen, vannak. Tehát könnyű volt így beilleszkedni. Nem. Hát jó, de nem, ha egy ilyen ajánlólevéllel viszont nyílnak az ajtók, nem? Nem. Figyelj, ez egy nagyon nehéz dolog. Most el kell keserítsek mindenkit, aki, és szerintem Magyarországon is így van, 90-es, 2000-es években volt nagy király, az már nem biztos, hogy mindig mindenbe bele tud rúgni. Aha. A 2020-ban, vagy lehet, 21-ben, vagy 22-ben lassan. Tehát az a helyzet, hogy ez az egész zeneipar, ez folyamatosan változik. És ez a legnagyobb titka az egésznek, ha te nem tudsz ebbe a folyamba valahogy becsatlakozni. Mondhatok példát? Nyugodtan. Hát rengeteg filmben, hála Istennek, rengeteg tévés dologban dolgozom, az előbb elkezdtem mondani, de hogy én tulajdonképpen a Grammy előtt, én az Emmy-ben oszlopos tag vagyok, mert azt hiszem már most 5. éve vagyok tag, és ott aktív tag vagyok, tehát ráadásul annyira, hogy mondjam, büszke is vagyok rá, meg akkora megtiszteltetés, de tulajdonképpen abban a szűk csapatban is benne vagyok, körülbelül 20-an vagyunk ilyenkor, akik effektíve kiválasztják azt, hogy melyik dalok mehetnek tovább a shortlistre. Aha. Amiben tehát nem csak jelölsz, hanem már döntesz is. Igen, tehát hogy százalékokban döntünk a dalokról, hogy szerintünk ez beleillik a Emmy-nek a hatósugarába, vagy nem. Tehát mindig szokott lenni egy ilyen szívélyes, ilyen kis találkozó, ahol mellettem borzalmas nevek ülnek, én meg ott a Miskolci kis csávót ülben, és nézem, hogy én most akkor tulajdonképpen mit keresek itt, és mert megérdemled, hogy ott legyél. Figyelj, és a Grammy-ben, most idézőjelben, nagyon nagy idézőjelre tessék elképzelni, csak a jelölőbizottságban vagy benne, tehát ott még döntnök nem vagy. A Grammy az egy sokkal hidegebb történet, és azt kell, hogy mondjam, a Grammy az egy ilyen sokkal furább szervezet. Az Emmy az egy sokkal barátságosabb. Nyilván az Emmy az az Oscarnak a társa, csak ez a televíziós dologban. Igen. Egyébként érdekesség kedvéért, most ugye itt vagyok Budapesten, egy pár felvételem lesz a rádióban, meg Miskolcon egyébként, a miskolci szimfonikusokkal, hogy pont voltam az Emmy-n, az Emmy-díját, oda, és úgy jöttem ide. Úgyhogy pont ledobtam az öltönyömet, és gyorsan jöttem ide. Szóval az Emmy az egy sokkal ilyen barátságosabb, ott szoktak lenni partik, most is volt 2 már a Covid után, úgyhogy ez egy ilyen teljesen UFO dolog volt, ott ténylegesen tudok mindenkivel találkozni. A Grammy az egy ilyen sokkal ridegebb történet, és tulajdonképpen egy pár hónapja vagyok Grammy tag, ami egy nagyon nagy megtiszteltetés, mert ott az történt, hogy fölhívtak engem telefonon, hogy lenne kedvem, mert hogy pont ilyen embereket, ilyen agilis embereket keresnek, mint én.
Te megmondtad, hogy menjetek ki a francba éppen reggelizem. Adjatok már. Az a helyzet, hogy ez, tehát, hogy mondjam, minden a kapcsolatom mindig, nyilván Magyarországon is, az a helyzet, hogy én szisztematikusan ne úgy érezd, hogy szisztematikusan, hogy rászálltam egy bizonyos emberre, de hogy én próbáltam mindenkivel barátságos lenni, mindenkivel egy pár jó szót tenni, és így akadt egy-két olyan tényleg mentorom, van egy másik, akire nagyon-nagyon büszke vagyok, és egy elképesztő név, Michael Bodikernek hívják, és a felesége Idi Bodiker, aki egyébként Edit, nagyon érdekes, mamája magyar volt, nem tud magyarul, viszont mind a kettő egy borzalmasan nagy név, a Michael egy zeneszerző, hangszeres, ő egy szintetizátor gurú volt a 70-es, 80-es, 90-es, és hát nyilván még ma is, de hogy akkor érte az aranykorát. Ő játszik a Lionel Richie-től, a Michael Jackson nagy nótákba, ő csinálta a hangszínt, és mind a ketten a Quincy Jonesnak voltak az emberei, az Idi, ő meg vokalista volt a Madonnától, a Jóisten tudja ki, az Idi most az egyik legnagyobb kórus vezető és kontraktor, aki összeszervezi a felvételekre, a nagy hollywoodi filmekre. És ez a két ember egyébként nekem nagyon-nagyon sokat segített, és hát nyilván ismerik azt, hogy mit csináltam, és a másik az, hogy tényleg valahogy úgy befogadtak ebbe a családba, ami nagyon-nagyon fontos. Van még egy körünk, akkor kicsit beszéljünk arról, hogy egy Los Angelesben élő magyar-amerikai zeneszerző hogy itt van Budapesten jelenleg. Már egy fél mondatot már mondtál erről, de ő kicsit részletesebben is meséld el. Comba Imrével beszélgetünk itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Comba Imre, Amerikában élő magyar-amerikai zeneszerző, a Grammy jelölő bizottság egyik tagja, a vendégem. Mit keresel te most Magyarországon? Örülök, hogy itt vagy. Annak idején írtunk egymásnak, hogyha esetleg jössz majd, akkor mindenképpen beszéljünk. És dolgoztunk együtt, arra emlékszem? Dolgoztunk együtt a Covid alatt. Megmutatod azt a dalt is? Megmutassam? Szerintem igen. Mert te a Covid alatt egy ilyen felhívást tettél közzé, hogy... Nagyon hülye voltam egyébként. Hogy aki él és mozog, az tegyen hozzá valamit a te alapötletedhez. Én arra gondoltam, hogy ha már ennyire ilyen globálisan otthon maradtunk, akkor valamit csináljunk. Összekötötted a világot tulajdonképpen. Igen, és a végén 16 országból jöttek zenészek, így főleg a Facebookos ismerősök bejelentkeztek, és héten 250 ember elkezdett nekem írogatni, és hát én rosszul voltam ettől az ötlettől, és volt abban 40 énekes. Az első rész az úgy volt, hogy a zeneszerzők meg zenészeket, ezt megpróbáltam úgy összegyűjteni, hogy mindenki négy ütemet írt a zeneszerző, és akkor én kerestem hozzá zenészeket. És akkor, hát az a helyzet, hogy nyilván Los Angelesben belefut az ember egy-két híresebb zenész barátban, meg zeneszerzőben, és ott sikerült egy-két igazán jó nevet, például Kenny G-t elhívni, és nagyon kedvesen jött, és első között többi magyar kollégát meghazudtolva egyből küldte a felvételt, és nem kellett mindenkit noszogatni, hogy te figyelj már, majd megígérted már, tudod már, küldjen már. Hát ilyen voltam én is, mert ráadásul még technikailag is béna voltam hozzá. Ezt is felejtett, de tényleg ilyen volt. Na mindegy, innentől kezdve egy rémáló volt, 2-3 hónapig azért ezzel foglalkoztam elég erősen. Nyilván sajnos mással nem foglalkoztam zeneileg, mert nyilván én is belekerültem ebbe a hülye helyzetbe. Tehát ott is lestoppoltak mindent. Hát igen, mert ami produkcióm lett volna, tehát hogyha nem volt forgatás, akkor nem volt mire zenét írni. Tehát akkor ilyenkor mi van? Tehát mi is ott azért kapálozni kellett hirtelen abban az időszakban. Úgyhogy én kitaláltam ezt, és akkor ma lett egy csomó énekes, vagy 40 énekes, de nem is tudom felsorolni, mert hát a többi az nem is fontos. Én meg a többiek. Igen, és nem, de tényleg nagyon sokan. Két amerikai volt, egy rapper srác, akivel szoktam együtt dolgozni, ő nem annyira ismert, de egy remek srác, Alec B-nek hívják, meg a Lane McRae, aki pedig a Labus zenekarnak a frontembere, és őket megkértem, hogy jönnek, és jöttek szívesen, ti is jöttetek, és akkor írtam egy ilyen kórusműszerű, ilyen vicces valami dalt, amiben még lettek szerzőtársaim, mert a Lén írt bele egy sort, jött a rapper, jött a régi Cotton Club szingeres Fehér Gábor, aki még beleírt egy pár ütemet, ilyen hangszerelést, és akkor jöttek mások, jött a
Isten, nem fogom, elfelejtettem a nevüket. Istenem, Full Moons, vagy Full Moon, bocsánat, Full Moon, és hát egy ilyen nagyon komplex valami lett belőle, és a végén én csodálkoztam, hogy ebből összeállt egy dal, mert már én is elkezdtem elveszíteni a fonalat, hogy ebből lehet egyáltalán valami. Azóta készült belőle két remix, a Labus is csinált egy remixet belőle, meg én is készültem most egy Soul remixel egyébként, ami még nem jelent meg, de ez ugyanez a dal, te is énekelsz benne, engedelmeddel, majd még ezt megosztom mindenkivel, az engedély kérés meg minden. Én ma most megadom. És hívtam hozzá híres zenészeket, híres basszusgitáros van, magyar zenészek és fúvósok, stb. És hát egy elég komoly dal lett belőle. Úgyhogy na mindegy, itt elindult valami, és ez lett belőle. Na és akkor most, hogy itthon vagy, gondolom ez nem egy ilyen állandó, tehát nem költöztél vissza Los Angelesből, csak éppen itthon jársz. Nem, egyelőre nincs tervembe. Igen, itthon járok, hát nagyon régen nem voltam, egy részről a család miatt is jött, a másik részről meg az a helyzet, hogy itt a rádióban lesz két dal felvételem. Mármint nem itt a retroban, hanem a Magyar Rádióban. A Magyar Rádióban, 22-esben, igen. Vezényelem is a Labus Lane McRae-nek pont, tehát ez egy ilyen németországi projekt. Van két dal, ő most ilyen érdekes, ilyen nagyzenekaros értelmezésű dalokat csinál, és valahogy én most már dolgoztam, hiszem, 5.-6. ilyen dal, amit csináltam neki, és valahogy úgy jött ki a lépés, hogy itt vagyok. Amúgy nem kellett volna jöjjek, mert minden ilyen remote van, mert tehát itt van karmester, de hogyha már itt vagyok, akkor elbohózkodok. És, akkor és egyedül jöttél, vagy családdal? Egyedül, sajnos. Tehát a kislányod még soha nem is járt Magyarországon? Ez de járt jelenti? Már volt a feleségem, még pont, hát még nagyon kicsi volt, de pont a Covid előtt volt. Tehát az helyzet, hogy most kezdte az óvodát, most ezt nehéz lett volna kiszakítani. Örültünk, hogy megy, bár ez már egy új generáció, tehát én még emlékszem, sírtam az óvodába, mert ők már így fel vannak készülve. Meg azért, hogy mondjam, egy mély vész, hiszen mi magyarul beszélünk hozzá, és hát rá kell jöjjünk, hogy ő összeszedte az angolt. Tehát én kérdeztük az óvónénét, hogy ő már beszélget a gyerekeket. De hát honnan tanulta meg? Tehát ugye ez pont elég nekik, hogy kit játszanak a gyerekekkel, és ez egy érdekes dolog, nyilván bocsánat, nem akarok ebbe belemenni, csak ez nagyon fontos. Egy nagyon érdekes dolog ez a kétnyelvűség, ez, hogyha nekem egy ilyenem lett volna annó, akkor hol lennék már? És hát vagyunk így egy páran. Igen, igen. Gondold el azzal a karrierrel, ami nekem van, ott Los Angelesben. Mekkora király lennék. Vagy halott. Tehát. Igen, én beszélgetnék veled. Na jó, itt a végét elvicceltem, elnézést, de hát nem is rólam szól az egész. Az, amit te most itt elmeséltél az elmúlt egy órában, két órában, és amit letettél az asztalra, ami, arra mi magyarok büszkék kell, hogy legyünk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Kösz, hogy eljöttél. Comba Imrével beszélgettünk. Rövidesen 10 órakor érkezik Várkonyi Attila a programajánlóval, 11-kor éjjeli mesék Vasmajával, holnap reggel újra Bocskorék ébresztenek mindenkit. És hát természetesen holnap is lesz majd Abaházi Presszó, akkor a Roy és Ádám trió lesz a vendégem, akikkel nem csak beszélgetek, de élőben zenélnek is. Mindenkinek szép estét, további kellemes rádiózást. Visszhall!